A szerencsi Buffalo Bill melletti piactér egész nap gazdag programokkal várta a nagycsaládosokat december 12-én. A szabadtéri eseményen az érdeklődők válogathattak a kézműves termékek, könyvek, ékszerek, antikáruk, porcelánok közül. Többen a téli estékhez köthető meleg italt, a forralt bort is megkóstolhatták. A Gyűrűk Ura a Cosplay Club jelmezes tagjaival is találkozhattak, és fényképezkedhettek a fantasy és kalandfilm kedvelői. Az étel különlegességek mellett kézzel készített terítők, táskák, ruhák is kerültek az asztalokra. Az eladók füstölt mangalica termékeket, kolbász, szalonnát, sajtokat is kínáltak az érdeklődőknek. Mindeközben a Dancing Boost tánc együttes country zenére robta a színpadon, ezzel szórakoztatta a vásárlóközönséget. A piaci rendezvény fénypontja a kültéri bölényszobor átadó ünnepsége volt. Az ikonikus állatot a nemzetközileg is elismert fiatal kortárs művész Szőke Gábor Miklós készítette az étteremnek. Az alkotót az őskori barlangrajzok inspirálták. A kemény tölgyfából készített mű plasztikai kialakításában helyet kapott a rusztikusság. A létszobor tartóságát a heggesztett acélváz biztosítja. Az étterem tradicionális adventi vásárán a köztéri szobrot Kocsis Sándor, római katolikus plébános szentelte meg. A lelkipásztor abban bízik, hogy a bölény nem csak a vendéglő és a vásár, hanem szerencs jelképe is lesz.